Jó estét kívánok! Önök a Dunaföldvár Televízió december 13-ai adását látják. Ez itt a Földvár Mozaik, városunk legfrissebb híreinek összefoglalója. Ma esti adásunkban a következő témákkal foglalkozunk. A karácsony közelettével fokozottan ügyeljünk értékeinkre. Az ünnepek kapcsán felmerül az ajándékozás. Különböző termékeket kínálnak, árulnak, és ezt kihasználva jutnak be a lakásba. Itt ismételten kérem, amit már több alkalommal megtettem, hogy legyünk figyelmesebbek, kicsit kételkedjünk ezekbe a dolgokba, illetve hogyha olyan észrevételünk van, akkor a járőr telefonszámot hívják fel, és a kollégáim azonnalosan fognak menni, intézkedni fognak. Jelentős adománnyal támogatták a helyi vállalkozók a Máltai Vált. Utána pedig egy hangulatos vacsora következett, ahol minden adományból került az asztalra. Ugye a bort Szobor Gábor ajánlotta fel, a kenyeret Ihász Kornélia, három sertést vágtunk, a Götzinger István, Ulbert Ferenc és jómagam ajánlottuk fel a sertéseket. Ezt is társadalmi munkával készítettük el. 10 éves évfordulóját ünnepelte a helyi mozgáskorlátozottak szervezete. Jubilálunk, 10. éve már, hogy a városban mi egy csoportot vezetünk, és ez a csoport úgy gondolom, úgy vélem, hogy jól működik itt a városban. A hagyományos kazinci szépkiejtési versenyen 2 fordulóban mérhették össze tudásukat a diákok. Minden tanuló lehetőleg a kedvenc könyvéből egy leíró, elbeszélő 20-25 soros szövegrészletet hoz magával, amire otthon szépen felkészülhet, felkészítő tanára segít ebben, és itt pedig az általunk kiválasztott kötelező szöveget kapják meg, amire egy olyan 10 percnyi felkészülési idő van, és azt újból fel kell olvasniuk a zsűri előtt. Új kategóriával bővült az autókrosszosok futama. 7 kategória indult összesen, tehát van ugye junior kategóriánk, vannak gyermekek, akkor kis kategória, van trabant kategória, közép kategória, nagy kategória, illetve szuper kategória, és ezen kívül még van egy roncsderbis kategória, és most ezen a verseny egy újdonság, mert nagyon sok Ausztriából is jöttek roncsderbis autóval, meg Ketszerről is sokan jönnek át, így ezért muszáj volt beindítani ezt az utolsó kategóriát is. A közeledő ünnepek alkalmából Kulcsár Szabolccsal, városunk rendőrparancsnokával beszélgettünk. Alig egy hét választ el minket a karácsonyi ünnepektől, majd a szilvesztertől. Parancsnok úr, milyen jó tanácsokkal látja a lakosságot az ünnepek előtt? Igen, lassan közeledik az évvége, közelednek az ünnepek. És itt ragadnám meg az alkalmat arra, hogy felhívjam a nézőknek a figyelmét, hogy ilyenkor évvégén úgymond a bűnözői körök, vagy akik kihasználják a jóhiszeműséget, azok is kicsit aktívabbak. Jobban kihasználják azokat a célközönséget, a korcsoportot, az időseket, akik úgy beférköznek a jóhiszeműséget kihasználva. A lakásukba bemennek, különböző értékeket visznek el. Ugye itt az ünnepek kapcsán felmerül az ajándékozás, különböző termékeket kínálnak, árulnak, és ezt kihasználva jutnak be a lakásba. Itt ismételten kérem, amit már több alkalommal megtettem, hogy legyünk figyelmesebbek, kicsit kételkedjünk ezekbe a dolgokba, illetve hogyha olyan észrevételünk van, akkor a járőr telefonszámot hívják fel, és a kollégáim azonnalosan fognak menni, intézkedni fognak. Itt a télhez kapcsolódik még, ugye, hogy az ünnepek kapcsán ide-oda elmegyünk, kicsit lazábban kezeljük a dolgokat, értékeinket előhagyjuk az autókba, ez szintén módot alkalmathat arra, hogy az elkövetők elvigyék az értékeinket az autókból. Épp a napokban volt rá példa, ez Bölcskei történet volt, nyitva volt az autó, a sértettünk ott hagyta elő a táskáját benne az összes iratával, a némi készpénzével, a lakáskulcsával, telefonjával, tehát ez mind olyan, ami esetlegesen később is egy-két dologra okot adhat, zárcsere, iratok beszerzése, ez mind pénz. És egy kis odafigyeléssel ez
megakadályozható lett volna. A másik, többet mozgunk ilyenkor, rendezvényeken veszünk részt, meglátogatjuk a szeretteinket. Itt sajnos visszatérően, ha visszanézünk, elmondhatjuk, hogy voltak olyan jellegű események, rendezvények, amikor az italozás olyat fajult át, hogy veszekedés lett, tetlegesség lett, büntetőeljárást kellett kezdeményeznünk, elő kellett állítanunk, volt olyan, amikor karácsony estén az illetőt, aki nem tudta hatályos szabályokat, normákat betartani. Tehát erre is kérem azt, hogy figyeljünk oda nem csak magunkra, hanem a családtagjainkra is. A szilveszter egy speciális nap éjszaka, amikor a rendőrség is kicsit toleránsabb, de nyilván itt is vannak azért határok, amiket be kell tartani, illetve a pirotechnikai eszközök használatával kapcsolatban mit kell tudnunk. Így van. Ugye szilveszterkor van egy olyan kitétel, van egy olyan engedély, hogy különböző pirotechnikai eszközök, attól függ milyen csoportban vannak sorolva, azok engedélyezhetőek, illetve használhatóak. Itt az idei évben némileg ez változott, ugye 4 csoportra van, 1-2-3-4 veszélyességi fokozatban. Az 1-2-t azt lehet használni korlátlanul, a 3-as csoportba tartozott azt csak szilveszterkor lehet használni, illetve a 4-est azt pedig csak olyan személy használhatja föl, aki erre hivatott, a hatályos engedélyekkel, illetve jogosítványokkal rendelkezik. A téli szünet is lesz a gyerekek, a fiatalok számára. Milyen veszélyek leselkedhetnek rájuk így tél során? Így van, a gyerekeknek szünetük lesz, itt is kicsit szabadabban fognak menni. Lehet, hogy délután esetleg a menetelük egy kicsit szürkületbe, sötétedésbe nyúlik. Ismételten azt tudom elmondani, hogy a közlekedésre kicsit hívjuk fel a figyelmüket, a kerékpárjukat lássuk el világító berendezéssel, illetve menjünk az elé is, hogy tudjuk azt, hogy a gyermekünk merre jár. Éppen az elmúlt időszakban volt 2 olyan esemény, az egyik az egy fiatalkorú, tehát 14 és 18 év közötti személy, a másik az kicsit idősebb, akik eltűntek, és több napig eltűnés miatt eljárás kellett kezdeményezni. Ilyenkor ugye megelőzhető az aggódás, vagy az esetleges későbbi probléma. A másik, amire fölhívnám a figyelmet, most már ugye olyan az időjárás, hogy nincsen hó, nincsenek olyan nagy hidegek, de a téli veszélyek, ugye vízveszélyei, nyílt vízre nem menjünk, vagy csak a kijelölt helyen. Tehát téli sportoknak a megfelelő módon, illetve a megfelelő helyen próbáljunk hódolni. A másik olyan esemény, hogy a víz szint ugye a Dunán elég alacsony. A gyermekek már most is előfordult, hogy a víz mederhez, a kőhányásokhoz lementek. Itt felhívnám a szülők figyelmét, hogy itt a gyermeküket azért óvják ettől, illetve ha megoldható tiltsák, vagy kísérjék le. Most, hogy lejjebb ment a vízszint, nem csak itt nálunk, hanem a vízmedre, ahol olyan, több helyen második világháborús lőszereket, bombákat találtak a kollégák, illetve állampolgári bejelentések jöttek. Itt is előzzük meg azt a problémát, hogy esetlegesen később nagyobb baj legyen. Jákli Viktort, a Máltai Szeretett Szolgálat helyi csoportjának vezetőjét a Szent Erzsébet napi bárról kérdeztük. Az idei évben is megrendeztétek a hagyományos Szent Erzsébet napi bárt. Milyen volt a hangulat, mi volt az első műsorszám? Hát a vendégek elmondása szerint nagyon jó volt a hangulat. Ugye a bál műsorral kezdődött, a fellépők helyi művészeti csoportok voltak a hagyományokhoz híven. Utána pedig egy hangulatos vacsora következett, ahol minden adományból került az asztalra. Ugye a bort Szobor Gábor ajánlotta fel, a kenyeret Ihász Kornélia, 3 sertést vágtunk, a Göcinger István, Ulbert Ferenc és jómagam ajánlottuk fel a sertéseket, ezt is társadalmunkába készítettük el. És hát a vacsora elköltése után pedig jött a zenekar, a Schütz Kapelle, a Palota Bozsoki Schwab zenekar, és nagyon jó talpalávalót nyomott. Gyönyörű volt a tornacsarnok. Kik voltak a segítségek a díszítésben? Hát a máltások és családjaik,
családtagjaik, és nagyon sokat segítettek a cserkészek. Az asztali díszeket is a cserkészek készítették almából, az almát Rinyek Sándor ajánlotta fel. A vacsora és a buli első része után következett az árverés. Kik voltak azok a művészek, akik felajánlották az alkotásaikat az árverésre? Hát a szokásos alkotógárda ajánlotta fel, Vízi Géza Soltról, Bakos András, Ferenci Zsolt, Borzavár István, Maroti László, Kaszner Ágnes, Bernát Lászlóné és Csepel István Dunaföldváról, Madaras László és Piroska ugyancsak Soltról ajánlották fel az alkotásaikat. Hogy sikerült az árverés, milyen lett a bevétel? Nagyon jó sikerült az árverés. Közel 400 ezer forintot tudtunk bevételezni ezekből az alkotásokból. Még egy fontos esemény volt a bálon, a tombola húzás. Hát igen, ott is nagy értékű adományokat ajánlottak fel tombola nyereménynek. Az is nagyon jó sikerült, úgy ítéljük meg. Számszerűsítve? Hát a tombolából aztán 400 ezer forint lett ismét. Az egész bálnak a bevétele körülbelül 1.600.000 lett, és körülbelül 600.000 forint költség levonása után 1.000.000 forintból fog tudni működni a Málta jövőre. Úgy tudom, hogy második alkalommal vesz részt a Dunaföldvári Máltai Bálon. Hogy tetszik az esemény? Köszönöm szépen a kérdést is, és tényleg másodszorra vagyok itt. Köszönöm a helyi csoportnak, hogy meghívtak, és nagyon tetszik. Országos vezetőként hogyan értékeli a Dunaföldvári csoport tevékenységét? Most nagyon nehéz kérdést tett föl nekem. Egy picit helyesbítek. Én az országos központban dolgozom, elsősorban mint külföldi referens. Én főként a külföldről az adománygyűjtésben és a kapcsolatépítésben dolgozom. Így sikerült tulajdonképpen a Dunaföldvári csoportot egy niederrajbachi máltai csoporttal kapcsolatba hozni. A csoportnak a munkáját azt én csak pozitívan és legnagyobb dicsérettel tudom itt említeni. Esetleg az országos tevékenységekről néhány szóval tudná beszámolni? Én itt az elején az üdvözlő beszédben kitértem arra, hogy Magyarországon most már több mint 200 intézményt működtet a Máltai Szeretett Szolgálat. A legújabb az, hogy iskolát vállaltunk át önkormányzattól Tarnabodon, és hát ebbe a 200-ba idős otthontól a hajléktalan melegedőig, a nyugdíjas klubokig, ami itt is működik, úgy tudom, nagyon sokrétű tevékenységet folytat a Máltai Szeretett Szolgálat, és azt hiszem a több mint 20 ezer önkéntes országosan ez a szám önmagáért beszél. Német fiatalokat láttam itt az egyik asztalnál. Hányan vannak ők, és honnan érkeztek? Ez a korábban említett niederrajbachi máltai csoport. Ez egy kis városka Bajorországnak a keleti részével. Talán arról nevezetes, hogy egyik atomerőművel Németországnak ott működik, és az idejött máltai vezető, a Reinhard Solic, ő ennek a csoportnak a vezetője, ő katasztrófa védelmi főnök ott az atomerőmű mellett, amellett a Landshut városi rendőrkapitányságnak a munkatársa. A vele érkezett fiatalok valamennyien önkéntesek, és azért is tudtak egy részük csak úgy jönni, hogy péntek este 3-4-5-kor indultak Németországból, és ahogy hallottam, éjjel 00:30-kor érkeztek ide, úgyhogy délelőttet alvással töltötték, hogy frissek legyenek most itt az esti bálra. Hogy érzi magát itt a bálon? Hát köszönöm szépen, nagyon jól, egy nagyon színvonalas műsort láttunk most, és ami azt hiszem egy ilyen bálnak mindig egy lényeges kérdése, hogy az ünnepi beszédek nem voltak túl hosszúak, mert el kell mondanom, hogy a dunaföldváriakkal az idén augusztusban Niederrajbachban voltunk, ahol ők akkor a 40 éves alapításukat ünnepelték,
nyolcan jöttek Dunaföldvárról, és ott is egy hasonló nagy tornaterembe volt az ünnepi ebéd, csak előtte egy órás beszédeket hallgattunk, ami kicsit hosszasnak tűnt, viszont egy nagyon szép ünnepi misével kezdődött a ceremónia, amelyet egy egész falun keresztül történő zászlós, zenekaros felvonulást jelentett, ami azt hiszem emlékezetessé tette mindnyájunknak az ott létet. Közeledik a karácsony. Mi a következő programja a Máltai csoportnak? Hát most élelmiszert gyűjtünk elsősorban. Ennek fontos része az Adni Öröm akció. Itt a helyi Spár élelmiszerboltba fogjuk gyűjteni az adományainkat. Nagyon sok mindent várunk a központi raktárból is, és helyi cégek is minden évben támogatnak bennünket ebben. Például a Malom, most legutóbb Goff a neve, ők egy raklap lisztet szoktak erre a célra felajánlani. És itt felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy a Málta csak ilyen hagyományosan gyűjt karácsonyra, semmiféle házalónak ne dőljenek be, mert a Málta megszokott formákban gyűjti az élelmiszereket. Hova kerülnek ezek az élelmiszerek, miután összegyűjtöttétek? 200 családot tudunk támogatni minden évben, és ezt kiosztjuk. Dunaföldváron belül. Dunaföldváron. És egy keveset jutatunk át Soltra, Daru-Szentmiklósra, ott is van néhány családunk. Hosszú útról tértél haza nemrégiben, merre jártál? Hát megjártuk Dévát, hát komolyabban mondva egész Párciumot és Erdélyt. 2550 gyereknek vittünk Mikulást. Közel 40 helyszínen tartottunk Mikulás ünnepséget, és hát onnit értem haza tegnap este. Még a többiek aztán úton vannak, mert még az utolsó helyszíneken most délután is zajlott Mikulás ünnepség. Dunaföldváron gyűjtöttétek a csomagokat, amiket elvittetek ide az erdélyi gyerekeknek. Kik azok, akik felajánlották az adományaikat? Hát itt helyi gyűjtés volt Dunaföldváron. Nagyon sokan ajánlottak fel, tehát még szerintem nem tudom felsorolni, de az iskolások is nagyon sokat adtak az általános iskolába, a gimnáziumban is jött össze egy kevés, Bölcskén és Madocsán is gyűlt össze ehhez ajándék, illetve Pakson az Esziben. És úgy tudom, hogy Jenlovics Gábor ment tovább Szekszárdra, és ott is gyűjtöttek. Végülis ez egy országos jellegű gyűjtés volt, és közel 15 tonna élelmiszert jutottunk ki ezekbe a házakba. A mozgáskorlátozottak helyi szervezete évértékelő közgyűlést tartott a művelődési házban. December 3 a fogyatékkal élők világnapja. Nem is véletlen, hogy ezen a napon rendezi meg a Tolna megyei mozgássérült egyesület Dunaföldvár Bölcske csoportja évadzáró rendezvényét. Rózsa, a sok-sok probléma mellett azért volt a közelmúltban egy jubileum. Igen, jubilálunk. 10. éve már, hogy a városban mi egy csoportot vezetünk, és ez a csoport úgy gondolom, úgy vélem, hogy jól működik itt a városban. Milyen feladatokat láttok el, bár erről már sokat beszélgettünk, de változott ez valamit, vagy maradtak a régi feladatok? Változások sajnos vannak, mindenütt ugye meg vannak kurtítva a szolgálati rendszerek, ezért inkább már tanácsadói jelleggel tudunk csak működni, és önerőből tudjuk magunkat fenntartva működtetni. Milyen törvényi változások történtek az utóbbi egy-két évben? A törvényi változások elsősorban jelenleg történnek, amikor a fogyatékkal élők egy részét a munkába szeretné a kormányzat visszaintegrálni. A másik változás pedig az, hogy a szolgáltatásokat is egyre inkább csökkentik és megváltoztatják, tehát kevesebb lesz a juttatás ilyen szempontból is. Mi civilek is kezdjük már önerőből fönntartani magunkat, és jelenleg a tartalékainkat éljük fel. Mondtad, hogy ugye a munkába szeretné a kormányzat integrálni ugye
a fogyatékkal élőket, milyen munkák jöhetnek szóba? Hát, ha munkáról beszélhetnénk, az egyik dolog az, hogy sajnos a kormányzat ezt nem tárgyalta meg a civilekkel, és ezért nem tudjuk mi magunk sem elképzelni, hogy milyen munkáról van szó, de maga a kormányzat sem tájékoztatta még a tömeges embereket, akiket érint ez a folyamat, arról, hogy lényegében milyen munkát óhajtanak velük majd elvégeztetni, és mikor. Említetted a támogatási rendszert, hogyan változott ez? Támogatási rendszer olyan szempontból változott, hogy a fogyatékossági támogatást is erőteljesen meghúzták, tehát már most a nagyon-nagyon beteg emberek juthatnak csak hozzá fogyatékossági támogatáshoz. A lakás átalakítási támogatást is átvette tőlünk az OTP. A gépkocsi szerzési támogatás igaz pozitívan hat ránk, mert megemelkedtek a juttatások. Új gépkocsi esetén 900 ezer forint, használt gépkocsi esetén 600 ezer forint, de ellenben a sérült embernek kell kötni egy szerződést a Széchenyi Bank RT-vel, és ilyen alapon tudja csak igénybe venni majd ezt a szolgáltatást. Ahogy az utóbbi időben figyeltem, költözködtetek innen-oda, onnan-ide, most jelenleg az Egyesület hol működik, hol vagytok elérhetők? Jelen pillanatban visszaköltöztünk a családsegítő központba. Ennek az elsődleges oka az volt, hogy európai szintűen mozgáskorlátozottaknak és tehát sérült embereknek is megfelelővé vált az épület, és a város közepén sokkal jobban elérhető a sérültek számára, mint lenne a Duna utcán. Mikor és hogyan vagytok elérhetők? Minden hónap második hétfőjén vagyunk elérhetőek délelőtt 9-től 12 óráig. És mi az, amiben elsősorban, ugyan említetted, hogy csak tanácsadó jelleggel működtök, de ezentúl miben tudtok még segíteni? Minden szempontból bármilyen problémája van egy sérült embernek, mi megpróbálunk a háttérből segíteni. Ez a segédeszköz beszerzéstől kezdve a különböző ellátások megigényléséről szól, tehát mi minden szempontból ugyanazokat a feladatainkat fogjuk elvégezni, csak kevesebb összegből. Szép magyar beszédversenyt rendeztek a Beszédes József Általános Iskola felső tagozatosai számára. Szép magyar beszédversenyt szerveztetek az idén is, a hagyományokhoz híven. Mióta zajlik ez a verseny az iskola keretein belül? Hát az iskola keretein belül pontosan még nem számoltuk meg, de nagyon sok éve, amióta én itt dolgozom, azóta én úgy emlékszem, hogy szerveztek ilyen versenyeket. Milyen kategóriákban indulhattak a gyerekek? Mindig ketté vannak bontva az általános iskolás korú gyerekek, van az 5.-6. évfolyamos, illetve a 7.-8. évfolyamos csoport. Hogyan zajlik a verseny? Minden tanuló, lehetőleg a kedvenc könyvéből egy leíró, elbeszélő 20-25 soros szövegrészletet hoz magával, amire otthon szépen felkészülhet, felkészítő tanára segít ebben, és itt pedig az általunk kiválasztott kötelező szöveget kapják meg, amire egy olyan 10 percnyi felkészülési idő van, és azt újból fel kell olvasniuk a zsűri előtt. Kik a zsűritagok? Mind a két kategóriában 3-3 főt hívtunk meg. Lókini Zsóri Gabi, Galai Erzsébet, Raffaini Kokány Judit, Szigli Erika, illetve a művelődési házból Fafkán és Simon Ildikó. Mi lesz a nyeremény? Mint minden évben, könyvjutalommal szeretnénk a gyerekeknek kedveskedni, amit az alapítvány támogatásával sikerül minden évben megvásárolnunk, és reméljük, hogy szívesen olvassák is ezeket a kis regényeket, amiket kapnak tőlünk. Van egy továbbjutási lehetőség? Mindegyik kategóriából a következő forduló, a megyei fordulóra az első helyezett tovább juthat, és aztán az ottani megmérettetés után viszont már csak a 7.-8. évfolyamból lehet tovább jutni az országos döntőre, aki egyébként elnyerheti a Kazinczy díjat, illetve érmet. Hogyan értékeled a versenyt? Milyen a színvonal? 5.-6. évfolyamon mindig nagyon sokan jelentkezünk, és ott válogatnunk kell a jók és a még jobb tanulók között. 7.-8. évfolyamban nagyon minimális a jelentkező létszám, mert hogy kevesebben is vannak a tanulóink.
Magyar történelmes munkaközösség vezető vagy. Néhány szóval légy szíves, mutasd be az év során zajló versenyeket. Hát ez a kazinci szép kiejtési versenyünk, a Szép Magyar Beszéd, egy ilyen nagy rendezésű versenyünk. Májusban szoktuk megrendezni a beszédes szavaló versenyt. Ezen kívül helyesírási versenyünk van, a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny, ahova szintén 40-50 tanulót várunk. És aztán vannak az egyéni szavaló versenyek, mint például a már lezajlott versenyünk, Babics Mihály Szekszárdon megrendezett versmondó versenyen. Egy hatodik B-osztályos tanulónk, Favka Borbála, az első helyezést hozta el az iskolánk számára. Nagyon büszkék vagyunk rá. És még vannak versenyeink. Természetesen más egyéni versenyek, a megyében zajló versenyek, amelyek továbbjutósak is. Van megyei szintű versmondó verseny, és ezeken mindegyiken próbálunk részt venni, és nívósan felkészíteni a gyerekeinket. A Szép Magyar Beszéd 5.-6. korcsoportjának zsűri elnökével beszélgetek. Hogyan értékeled a mai versenyt? Hát egyrészt van egy összbenyomásom, és hála Istennek most már több éves viszonyítási alapom. Az összbenyomásom az, hogy felkészültek voltak a gyerekek. Mondhatom, hogy a nagy létszámú mezőnynek, hiszen itt nekünk 25 versenyzőnk volt, tehát a nagy létszámú mezőnynek ugye 70%-a igen tisztességesen felkészült. A viszonyítási alapon pedig az, hogy talán harmadik vagy negyedik alkalommal vagyok most már itt, köszönhetően ugye a szervezők meghívásának. Talán az eddigit mondanám a legsikeresebbnek. Milyen típusú szövegeket választottak a gyerekek? Hát ugye mindig, minden évben van sláger. Tavaly is volt, az idén Fekete István főképpen, és hát ez egybeesett egyébként a kötelezővel, mert az is Fekete István volt. Nagyon való is Fekete István ennek a korcsoportnak. Helyezetteket szeretnénk, hogyha elmondanád? Hát az első helyezett a legkiegyensúlyozott, legegyenletesebb teljesítményt Favka Bori nyújtotta, tehát mind a kötelezőben, mind a szabadon választottban ő volt a legjobb, de azért hozzátenném, hogy az ő habitusához, lelkületéhez nagyon passzolt az idei kötelező. Erjed a világ, csak a magban, tavasz jöttén, csupán abban feszülhet úgy a csend, mint ahogy erjedve feszül a tavaszi fenség fölött. A madarak is, melyik-melyik a maga módján, megbújva várakoznak a rengetegben, s nem oroszkodnak örökös szimattal és a lét vastag reményével, a négylábas állatok sem. A második helyen két helyet adtunk ki, az egyik Tóth Kamilla, akinek a szabadon választottja nagyon jó volt, a másik pedig szintén második helyezett Barát Mira, aki szintén egyébként egy egyenletes teljesítményt nyújtott, és egy icipicit maradt csak el Boritól, és a harmadik helyen pedig egy ötödikes tanuló végzett, őt pedig úgy hívják, hogy Recskó Nikolett. És az idén kiadtunk mi közös megegyezéssel a zsűri társaimmal egy külön díjat is, mégpedig Aradi Gábornak, mert a legnagyobb fejlődést a tavalyi évhez képest ő nyújtotta. A Szép Magyar Beszéd 7.-8. osztályos kategóriában zsűrűelnök voltál. Milyen szempontokat vettetek figyelembe a gyerekek értékelésekor? A versenykiírásnak megfelelő szempontokat vettünk figyelembe. Ezek közé tartozott a szövegértés, a szöveghűség, a hangképzés és a hangsúlyozás többek között. Személy szerint hogyan értékeled a gyerekek teljesítményét? Megoszlottak a vélemények, föladták a leckét nekünk a gyerekek. Általános tapasztalat az volt, hogy a hozott szöveget könnyebben olvasták, hiszen volt idejük erre fölkészülni. A kötelező szöveggel, amivel viszont itt találkoztak először, meggyűlt a bajuk, és bizony többen elvéreztek, elsősorban szövegértési és hangsúlyozási hibáik voltak. Kérlek, sorolt fel a helyezetteket. Két harmadik helyezést osztottunk ki, Rabi Dalma és Márkus Klaudia kapta ezt a díjat, második helyezett Gema Szabolcs lett, az első pedig Niver Patrik. Igen, én szerettem a könyvet. Kívül is, belül is, és régi szokásomhoz híven először is megszaboltam őket. Megállapítva, hogy az olvasókönyvnek erőteljesebb szaga van, mint a hittankönyvnek.
De amikor kiderült, hogy az olvasókönyvben számtani feladatok is vannak, érdeklődésem határozottan megcsappant. A szép kiejtési versenyen első helyezést értél el. Mi volt a szöveged címe? Fekete István, Csend. Mi alapján választottatok szöveget? Hát a felkészítő tanárom segített. Ki volt a felkészítő tanárod? Sűrűné Győri Judit néni. Voltál-e már ilyen szép kiejtési versenyen előző években? Igen, tavaly jelentkeztem, akkor 6. helyezést értem el. Akkor most ez sokkal nagyobb sikert hozott, gratulálok hozzá. Köszönöm. Mikulás kupát tartottak városunk határában az autókrosszosok. A december elején a hagyományos Mikulás kupával zárult a Dunakupa autókrossz versenysorozat. Az időjárás nagyszerű, ez a 14-15 fokos kellemes ennyi időben. Jó minőségű pályán került sor a versenyre, és dunaföldvári siker is született, hiszen Kaszás Tamás a középkategóriában 3. helyezést érte. Tamás, több versenyt kihagytál, nem igen volt sikeres ez a szezon számodra, de azt hiszem ez az eredmény kárpótolt az egész évi munkádért. Hát igen, ez most elég kemény küzdelem volt a 3. helyért. Hát anyagi gondok miatt meg időm sem volt rá, hogy elkészítsem az autót, így ezért nem tudtam indulni egy pár versenyen itt Földváron. Hát vagyunk összesen 4-en Dunaföldváról most, szerencsésen idén az első ilyen versenyünk, hogy 4 autós van Dunaföldváról. A Fülöp János, a Siveges László, én, meg a Herpo István mentünk, így a Fülöp János meg a nagy kategóriába ment. A többi földvári versenyben milyen eredményt ért el? Hát a Janinak szétesett a váltója, az autón szétszakadt a váltó, meg mindenkinek volt valami ilyesmi gondja, és ezért mindenki hát hátrébb, nem tudom, 5.-6. helyen van itt a középkategóriában, mögöttem az István, meg a Sőges Laci bácsi, vagy 4. De végig csinálták a versenyt? Végig csinálták, igen, csak voltak gondjaik az autó, és ez miatt hátrébb csúsztak. Hát akkor beszéljünk magáról a versenyről néhány gondolat elejéig. Hány kategória indult ma? Hát most 7 kategória indult összesen. Tehát van ugye junior kategóriánk, vannak gyermekek, akkor kis kategória, van trabant kategória, közép kategória, nagy kategória, illetve szuper kategória, és ezen kívül még van egy roncsderbis kategória, és az most ezen a verseny egy újdonság, mert nagyon sok Ausztriából is jöttek roncsderbis autóval, meg Kecerről is sokan jönnek át, így azért muszáj volt beindítani ezt az utolsó kategóriát is. Akkor nagyon színes, látványos a mai program, csak sajnos korán sötétedik, ezért sietni kell a programokkal. Igen, próbálunk kapkodni, de nem jön össze, mert hát még egy óra hosszás versenyünk is van ez már. Még annak idején Madocsán is voltak a versek, most már 20 éve a Dunakupa történetében csináljuk az év utolsó versenyén, akkor már az autóknak úgyis mindegy. Egy olyan Forma 1-hez hasonlítanám, egy óra hosszás verseny van, tehát egy óra hosszán keresztül folyamatosan mennek az autók, 2 kötelező kiállással a Box utcában, ott lehet tankolni, sofőr cserélni, meg minden, így szoktuk megköszönni, mert sok sofőr úgy van, hogy segítségek, meg szerelők, így köszönni meg mindenkinek az egész éves munkáját. Körülbelül hány autós jelentkezett a mai 7 kategóriás versenyre? Olyan 30 fölötti létszám van most, legalább 30 fölötti. Aztán elégedettek vagytok a szervezés, illetve a részvételi arányjal, plusz az időjárással. Igen, gyönyörű, nagyon szép időnk van, december 4-én ez egy kiváló idő, tehát azt mondom, köszönhetjük. Tavaly is nagyon szerencsés volt hozzánk Isten, akkor meg előtte esett az eső, és hirtelen nagy fagy volt, és lefagyott a pálya keményre, így a pálya akkor még jobb minőségű volt, most pedig ez a nagyon jó idő, nagyon kedvezett. Jön a téli szünidő számotokra, kb. Márciusig, de a hagyományos ugye évzáró díj kiosztó gála még sorra kerül valamikor. Igen, az még 2012. január 14-én csinálunk egy ilyen évzáró gálát, ott a szponzorokat meghívva, meg hát egy nívós szintű gálát csinálunk, Nagyvennyiben lesz majd a megrendezve. És a jövő évi kezdés mikorra várható? A jövő évi kezdés az április 3-án van, vagy 4-e, valahogy így van, az a hétvége. Az első verseny, az akkor van, itt Földváron kezdünk, itt Dunaföldváron. Laci, hosszú évek kihagyása után idén döntöttél úgy, hogy ismét volán mögé jussz. Eddig versenyszervezőként volt ismert a neved, a személyiséget, most pedig versenyző is vagy. Mi készített arra, hogy ismét volán mögé üljél és részt vegyél a versenyeken? Azért, mert sokszor azt mondták nekem, hogy én csak dumálni tudok róla a pálya mellett, mikor speakerkedtem. Most azt mondták, hogy próbáljam ki, és belülről is. Nagyon jó belülről az embert szinte felemeli, és jó adrenalin emelő, legalább ennyi szórakozása legyen az embernek. Jól tudom, minden versenyen indultál. Milyen helyezéseket értél? Melyikre volt a legbüszkébb, melyik versenyre, ahol úgy érzed, hogy sikerült sok minden?
Egyszer volt egy szerencsés negyedik helyezésem, amúgy nem szoktam nagyon nyomni, tehát én már azért nyugdíjasan vezetem egy kicsit, persze az én lábom is elér a hűtőig, úgyhogy nyomom neki a gázt, de ennyi nekem elég, ez itt jó, én inkább visszaveszem, amikor más esetleg még rálép a gázra, azért, hogy ne bántsam a többieket, ne löködjem, mert ez nem erről szól. Sokszor kilöktek, azt mikor már legutoljára kerülök leghátulra, akkor inkább úgy vagyok, hogy kimélem az autót, mert én nem csinálgatok hetente autót, vagy havonta én nem érek arra rá. Ez az autó az egész szezont kibírta, úgyhogy csak olajat töltöttünk bele, és vizet töltöttünk benne. Nagyon rendesek a DTS-ek kollégák, segítenek nekem. Látják, hogy annyira ebbe a motorra nem annyira értek hozzá, nem annyira szerelem. Jönnek, és nagyon szívesen mindenki, kollega, akár a BMW-s, Fülöpék, mindenki segít. Jó csapat! Ez a mai versenynap elég jól sikerült, köszönhető részben az időjárásnak, elég sok résztvevővel, így látod te is? Igen, nagyon örülök neki, hogy ilyen csodálatos idő alatt tudtuk megrendezni ezt a nagyon jó Mikulás futamot, amit minden évben megrendezünk. Most éppen majd fog zajlani, tehát elindul az egyórás verseny, amire nagyon sokan jöttek és készülnek. A technika megmaradt, tehát bírja a technika az egész napos gyűrődés után még az egy órát, akkor megyünk. Itt mennek mindenki mindenkivel, tehát a juniorok, a kisgyerekek szülői felügyelettel beülnek melléje, és azok is körözni fognak. Természetesen vigyázni fogunk rá. Itt kivárásra is lehet nagyjából autózni. Reméljük az idő megengedi, tehát egy óra alatt be tudjuk fejezni a versenyt, mert már kezd sötétedni, tehát háromkor minimum el kéne kezdenünk. Jövőre ismét láthatunk a autóban téged versenyezni? Úgy néz, kimaradunk itt, ha lesz verseny, lesz versenynaptárunk, nagyon szívesen fogunk versenyezni, várjuk hozzá a támogatókat, várjuk hozzá az autósokat, és várjuk azokat a fiatalok, akik szeretnének versenyezni, akár szervezőként, tehát posztosként, aki jönnek, nagyon vesszük. Január 14-én tartjuk az évadzáró bankettünket, ahol minden versenyzőt, minden támogatót szeretettel várunk, illetve meghívjuk. A fődíj a mai napon az Andromeda Travel-től kaptunk kettő darab, hogy is mondjam, szállást, egy heti szállást lenne a görög Rivierára, és az lesz az első helyezett, és a második, tehát az első helyezett az lesz az egyórás versenynek.